Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kolléganők, kedves kollégák, nem fogok tudni eleget tenni mindannak, amit akadémikus úr kért tőlem, ennek több oka van. Az egyik, hogy javában zajlik a szünet, tehát kifelé engem megvincselnek, hogyha mindent elmondok, ami erről eszembe jutott. Ezért a jó indulatukat megnyerendő, most az elején megígérem, hogy rövidíteni fogom az előadásomat, aztán ha szokás szerint ez nem szokott sikerülni, de hát azt már így hozza a történelem. Minden esetre pár dolgot biztosan kihagyok, amiben csak visszhangozni tudnám azt, amit Szájer képviselő úr, illetve Horváth Attila tanár úr mondott. Tehát néha, ha visszhangot éreznek, akkor ez ezért van. Szóval az államról és a közigazgatásról beszélve mondanék gyorsan néhány évszámot. 1949, 1989, 1990, 2011, 2012. Ezek nagyon fontos évszámok az alaptörvény értékelésekor. Na most nyomban rövidítek, nem mondom el, hogy miért fontos a történeti hagyomány figyelembe vétele. Háromszor hallották ma, és nem tudok ehhez képest újat mondani, legfeljebb másként. De a közvetlen előzményekre mindenképpen ki kell térni. Nevezetesen arra, hogy az alaptörvényt milyen szempontok alapján tudjuk vizsgálni. Ugye vizsgálhatjuk és magyarázhatjuk kizárólag hatályos normaként, persze akkor elveszítjük mindazokat az összefüggéseket, amelyek kívül esnek a pozitív jogszáraz értelmezési tartományán. Vizsgálhatjuk a megalkotásának közvetlen politikai, politológiai, szociológiai hátterét, akkor viszont figyelmen kívül hagyjuk, hogy végső soron mégis a magyar jogrend alapjáról van szó, amiről mindenkinek lehet véleménye, de amely elsősorban kötelező magatartási szabály. Természetesen vizsgálható kizárólag történetiség az alkotmányos hagyomány szimbolikus erőterében, akkor előtérbe kerül a folytonosság, csak éppen elvesznek azok a különbségek, amelyek a történeti alkotmányhoz képest megjelennek. Ha tehát az állam, a magyar állam és a közigazgatás, a magyar közigazgatás, a magyar állami hatalomgyakorlás alaptörvényi megjelenését akarjuk bemutatni, akkor ezeket a szempontokat együtt kell figyelembe vennünk. Hogy 1949 miért volt jelentős fordulópont a magyar történelemben hallottuk, tehát ezt is átugorhatjuk. Az eredeti szöveg preambuluma szerepel nálam, de nem fogom megismételni. Helyett el fogom mondani azt, hogy az alkotmány, tehát a 49. évi 20. törvény eredeti szövege szerint mi volt az állam legfontosabb célja? No, hát igazán semmi, az állam fogalom sem jó helyen volt, viszont úgy szólt a normatív rendelkezés, hogy a Magyar Népköztársaság szervezi a társadalom erőit a szocialista építésre. Ebbe aztán nincsen se történeti hagyomány, se jogrendszer, sok minden nincsen benne. Melyik következtetés lehet ebből levonni? Hát az, hogy a népköztársaság állama bolsevik állam volt. Nem független, nem demokratikus, nem jogállam, hírből sem ismeri a hatalommegosztást. Helyette viszont létezett egyfajta munkamegosztás az állami szervezetek között, de csak munkamegosztás. És ennek mi lett az eredménye? Egy monolit adminisztratív államszervezet, ha úgy tetszik, egy pusztán végrehajtó állam. Miért? Mert a kormányzást, szuverenitás birtokában végzett stratégiai döntéshozatalt, társadalmi-gazdasági védelmi célok kijelölését, azt nem az alkotmányban szabályozták, és nem is az alkotmányban megjelölt állami szervek végezték, hanem ugyebár a Magyar Dolgozók Pártja, majd később a Magyar Szocialista Munkáspárt. És a párt döntéseit hajtotta végre minden állami szervezet, kezdve a végrehajtó hatalom, mai fogalmaink szerint, bármi furcsa végrehajtó hatalom legfontosabb intézményével, az országgyűléssel. Nem szuverén döntés születik az országgyűlésben, hanem a párt döntéseinek végrehajtása. Ugye ez jelenik meg, mivel a hatalommegosztás helyett az egész államszervezési logika egyetlen egy szára fűződik fel, ez a szál a felügyelet. Mindenki alá van rendelve valaki másnak, és a valaki más felügyeli azt, aki alá van rendelve. Ugye így a kormány is alá van rendelve az országgyűlésnek, és így tovább. Na most a kormányra vonatkozó szabályokat lehetne elemezni, de inkább menjünk gyorsan tovább, és nézzük meg azt, hogy mindez mikor ér véget. Hát norma pozitivista, tehát szűken vett jogi értelemben a bolsevizmus 49-től 89-ig tart, az alkotmány módosításáról szóló 89. évi 31. törvénnyel véget ért. De a szöveg módosult,
a szervezeti logika megmaradt. Politikai értelemben egy kicsit tágabb a korszak, 49-től 90-ig tart, ugye, és az országgyűlési választások, az országgyűlés majd a felelős kormány megalakulása értelmében valamikor májusban ér véget ez a korszak. Tehát szűken vett jogi értelemben 89-ben, politikai értelemben 90-ben, és akkor én most mást fogok mondani, azt fogom mondani, hogy államtudományi értelemben, valamint a norma pozitivizmus torzulását meghaladó természetjogi értelemben jóval tovább tartott ez a korszak, mindaddig, amíg az államberendezkedés nyomai az alkotmány szövegében, az alkotmány szervezetében felismerhető voltak. Államtudományi és természetjogi értelemben tehát 2011-ig, az alaptörvény hatályba lépéséig, sőt, tulajdonképpen 2011. december 31-éig tart a bolsevik államberendezkedés hatása Magyarországra. Tehát az alaptörvény az első olyan kartális alkotmány, nem csak abban az értelemben, hogy valóban mi is így tanítjuk, hogy ez az első valódi kartális alkotmány, de a szerkezetét tekintve is az első, amelyik már nem hordozza a bolsevik közjog, a bolsevik államberendezkedés hagyományát, vagyis ebben az időszakban, ebben mondhatjuk ma már, hogy ebben a pillanatban fejeződik be a rendszerváltozás. Még egyszer mondom, államjogi és természetjogi értelemben mindenképpen. Na most nézzük meg ennek nagyon röviden néhány jellemző vonását. Az első ilyen jellemző vonás az alkotmányos identitás és az állami folytonosság. Ugye ezt mindnyájan tudjuk, hogy a 89. évi 31. törvény, ugye ez az alkotmány, ez ad hoc szabály volt. Nem hordozott identitáselemeket. Vannak a teremben, akik részt vettek a megalkotásában, megerősíthetik, megcáfolhatják, de azt nem szeretném annyira nyilván, önző okokból. Szóval, hogy ez nem alkotmánynak készült, hanem a szabad választásokat lehetővé tevő minimális szabályváltozásként indult. Hogy aztán a végeredmény az tulajdonképpen egy komoly alkotmányrevízió volt, hát ugye ez abból derült ki, hogy nem olyan egyszerű egy helyen hozzányúlni egy ilyen szöveghez. Na most, hogyha ebből akár a 2011-es utolsó állapotából kitörlünk néhány minimális formulát, kitöröljük azt, hogy Magyarország, hogy Magyar Köztársaság, címer, himnusz és egyéb, akkor nem találunk semmit, ami bármilyen módon identitás elemet hordozna. Leegyszerűsítem, lefordíthatjuk bármely nyelvre, és az azt a nyelvet beszélő államalkotmánya lehetne nyugodtan. Na ez ugye a legfontosabb problémája az alkotmánynak, és az alaptörvény ehhez képest mit mond? Hát ehhez képest Magyarországot, a magyar államot értékként konstituálja, értékként, értékek hordozójaként és értékek őreként. Ugye ennek legfontosabb része a nemzeti hitvallás, amiről ma már többször volt szó, úgyhogy itt a megismétlő felsorolást akkor át is ugranám. A másik ilyen jellemző vonása az alaptörvénynek az állami értékrend. Ugye az alkotmányos értékek megjelenése a formális alkotmányosság helyett. Megint a nemzeti hitvallásra lehet visszautalni, ez rögzíti az állam értékrendjét. Államalapítás, folytonosság, keresztény Európa és így tovább. Ezek közül én most csak egyet emelnék ki, mint értékhordozást, ugye ez talán a legrövidebb kifejeződése, mindjárt az ország neve. Nevezetesen, hogy Magyarországról beszélünk, vagyis nem egy adott államformát, egy adott kormányformát és annak egy adott megnyilvánulását és működését tekintjük alapvető értéknek, hanem az államot magát. Az állam pedig ebben az értelmezésben azonos az országgal, következésképpen polgárait Magyarországhoz köti a hűség, ennek van megnyilvánulása, hűség, hit, hazaszeretet, Magyarország pedig elválaszthatatlan az államot hordozó alanytól, a nemzettől, hát ezzel egy olyan hiányt pótolt az alaptörvény, amit különféle helyeken már legalább egy évtizede megjelöltek, hogy valamit kellene tenni. Hát ugye nyilván a számomra olyan kedves mondat is ezt fejezi ki, hogy szövetség az alaptörvény, ugye a múlt, jelen, jövő magyarjai között élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát. A harmadik jellemző vonás az állam és a célja közötti összefüggés, a formális jogállam helyett a szubsztantív jogállam. Ez ugye kevésbé ünnepélyes formákban jelenik meg, mint az eddigiek, de normatani szempontból is nagy jelentősége van annak, hogy az alaptörvény világosan megfogalmazza az állam célját.
A polgárnak és államnak között célja jó élet, biztonság, rend, igazság, szabadság, kiteljesítése. Ezek olyan értékek, amelyek a formális jogrendet szubstantív, materiális tartalommal töltenek meg, és amely alanyi és tárgyi oldalon is megfogalmazható a későbbiekben. Alanyi oldalon ugye az egyénre vonatkozóan a méltóság, közösségre vonatkozóan az egyéni szabadság másokkal együttműködésben történő kibontakoztatása, az együttélés keretei család és a nemzet, valamint a szolidaritás. Tárgyi oldalon pedig az állam feladataiként jelenik meg, népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés, részrehajlás nélkül intézi. Tehát ezek a pozitív állami értékek, azok, amelyeket az alaptörvény világosan tartalmaz, és ugye ezek sorába kell, technikailag furcsa módon, ezek sorába kell elhelyeznünk a tagadásokat is, az elutasított, az állami értékek közé nem sorolható, hanem pont az értékek jegyében elvetendő jelenségeket és múltbeli történéseket. A történeti alkotmány felfüggesztését, nem megszakítását, hanem felfüggesztését írja a nemzeti hitvallás, a magyar nemzet és polgárai ellen nemzeti szocialista kommunista diktatúra uralm alatt elkövetett embertelen bűnök elévülése és a zsarnoki uralom alapjául szolgáló 49. évi kommunista alkotmány elvetését. Tehát ez három nagyon-nagyon jellemző vonása az alaptörvénynek, ami az államiságra vonatkozik. Most pár szót még lehet ejteni az alaptörvény tételes rendelkezéseiről is, amelyek ezeket az alapvonásokat részben visszatükrözik, részben megerősítik, részben pedig pontosítják. Nyilván teljesség igénye nélkül csak néhány jellemző vonását szeretném említeni. Az egyik ilyen az egyén és közösség szerepére vonatkozó római első cikk, amelyik elismeri ugye együttesen, összefoglalva tömören az alapvető jogokat, és az alapvető jogok lényeges tartalmát kötelezően figyelembe vendőnek tekinti, de immár nem a korábbi szöveghez képest nem tekinti abszolút gátjának a de jogok korlátozását tartalmazó jogszabályoknak. Most ezt lehet szidni, vagy lehet szeretni, de hogyha elkezdjük elemezni, akkor kiderül, hogy valójában ez egy nagyon bölcs mondat, és nem is lehet más. Miért? Azért, mert egy alapvető jog lényeges tartalma ütközhet másik alapvető jog szintén lényeges tartalmával. Na, a korábbi szöveg azt mondta, hogy lényeges tartalom nem korlátozható. Ebből mi következett, hogy egyik alapvető jog lényeges tartalma ütközik a másik alapvető jog lényeges tartalmával, a kettő közül az egyiket meg kellett szüntetni, ki kellett üresíteni, mert csak így tudtuk megvédeni az egyik lényeges tartalmat. Ez hova vezetett, és az Alkotmánybíróság 20 éves gyakorlata mutatta, hogy amelyiket támadják, amelyiket sértve érzik, az nyer, a másikkal szemben, amelyikkel való ütközést, azt ugye már csak bírák, tudósok, meg mindenki más fedezi fel. Tehát ezért az a megfogalmazás, hogy az alapvető jog lényeges tartalmát figyelembe kell venni, de nem abszolút korlát, ez valójában mit jelentett? Hát minden az alaptörvénnyel kapcsolatos kritika ellenére a jogok fokozottabb védelmét jelentette, mert így az egyik jog védelme nem jár a másik jog elenyészésével. A jogok ilyen értelemben, mivel együtt meg tudnak jelenni egy személy alanyi, egy személy személyes jogai, nem pedig a személytől elválasztott absztrakt tulajdonságok. Megint roppant lényeges különbség. Nem pusztán nyelvtani és logikai értelemben vannak tehát jelen ezek a jogok, és a tartalmuk is világos lesz. Nem ilyen instant ötletek, igények, vágyak, szabadon alakító burkai, és ebből következő, és az alaptörvényből világosan felismerő kérdés, hogy az állam nem lehet semleges. Az állam ezt az alapjogi értékrendet köteles megvalósítani, és a saját állami értékrendjét. Aztán az alaptörvény visszaadja a kormányzás feladatait az állam intézményeinek. Ugye ennek másik oldalát elmondtam, hát most itt a visszatükröződés, a pozitív megfogalmazás, hogy igen, politikai értelemben az országgyűlés, a kormány és a helyi önkormányzatok foglalkoznak az ország kormányzásával, és nem más. Ennek szabályai jelentik, bontják ki azt a tagadást, amit a nemzeti hitvallásban olvastunk. Csak egyetlen egy konkrét példát hadd mondjak rá, ugye ígértem, hogy a kormányról szó lesz. Az ideiglenes alkotmányban a kormánynak ugyanolyan pontos hatáskör listája volt, mint minden állami szervezetnek. Miért? Hát azért, mert egy volt a többi közül. Ugyanúgy, hogy mindenkinél meg kellett mondani, hogy mit csinálhat, azért, hogy gyorsan számon kérhető legyen, hogyha más tesz. De most ehhez képest az alaptörvény ezzel szakít,
nagyon-nagyon helyesen, és a kormányra bízza a megkerülhetetlen helyzetekben meghozandó döntés kötelezettségét. Mindezzel mit tesz? Mindezzel lényegében az állam legfontosabb feladatát teszi elláthatóvá, tudnélik ennélkül a felhatalmazás nélkül kritikus helyzetekben, és hosszú ideig azt hittük, hogy ilyen nem lesz az utóbbi időben, mintha láttunk volna ilyet Európában és itthon is, hát ennélkül a szabály nélkül kritikus helyzetekben az állam béna, Magyarország pedig védtelen maradna. Lehetne még más példákat hozni, csak most már nagyon eltelt az idő, úgyhogy folytatnám a csak tényleg felsorolás szerűen az országgyűléssel, amelyiknek a tulajdonságai, a felségjelzői közül kivettük az államhatalmi jelzőt. Na ugye ez az államhatalmi jelző egy tipikus bolsevik megfogalmazás volt, amelyik a hatalom megosztást pótlandó, ezzel a jelzővel próbálta meg a tanácsokat, illetve az országgyűlést körülírni. Megjelenik eléggé világosan az alaptörvényben a hatalom megosztás. Megint egy példát hadd mondjak, a bíróságok végre a helyükre kerülnek, feladatkörük közül három a közigazgatással kapcsolatos. Ugye tudjuk, hogy pont melyik ez a három, mit jelent ez? Egyrészt azt jelenti, hogy a büntetőjogi és magánjogi ítélkezés szintjére emeli a közigazgatást, de ennél többet tesz, mivel ugye a közigazgatás és a bíróság szerepe megjelenik az alaptörvényben, ezért immár nem csak általában az állam, hanem a cselekvő állam, a közigazgatás alkotmányos szerepének is megjelenik az elismerése, a közigazgatás is mint értékhordozó és értékőr jelenik meg, a bíróságok és az alkotmánybíróság pedig immár nem az absztrakt alkotmányozásnak a védelmezője, hanem valódi jogalanyok, valódi jogait védő intézmény. Ugye ezzel a nemzeti hitvallás értékrendjét visszatükröző néhány szabállyal elérkeztünk a megerősítő szabályokhoz is. Hát ha én beszélek az alaptörvényről, akkor lehetetlen, hogy erre a két rendelkezésre ne térjek ki, belém szorulna, lehet, hogy nem élném túl. Az egyik az ERC-cikk harmadik bekezdés, a másik a 28. cikk. Ugye ez teszi az alaptörvényt valódi szabályá, ez biztosítja azt, amiről ma már annyit hallottunk, a történeti alkotmány és az alaptörvény összekapcsolását, illetve az értékrend feltétlen érvényesülését. Ugye az ERC-cikk harmadik bekezdés azt mondja, hogy az alaptörvény többek között a történeti alkotmány vívmányaival összhangban kell értelmezni. A bíróságoknak, itt elsősorban nem az alkotmánybíróságot, hanem az általános hatáskörű bíróságokat értjük, pedig kötelezi arra, hogy vegyék figyelembe az alaptörvényt, következésképpen annak a keretét, az értelmezési kereteit, és ennek azért van jelentősége, mert, és erről még a köszöntő előadásban miniszter úrtól is hallottunk, de Szájer képviselő úr is utalt rá, azért, mert létezik egy olyan európai hagyomány, amelyik valójában a nemzeti identitást a bíróságok útján akarja aláaknázni. Egyszerű, hogy miért, ha a bíróságok csak a leírt tételes jogot, azon belül is a lehető legegyszerűbb jogszabályokat, tehát a konkrét helyzetekre vonatkozó konkrét jogszabályokat alkalmazzák, mindezt a nemzetközi jog fényében, mindezt az Európai Unió jogának fényében, mindezt a luxemburgi és a strasbourgi ítélkezésnek alávetetten, hát akkor nem vehetik figyelembe azt, hogy ők végül mégiscsak egy ország bíróságai, nem pedig a luxemburgi vagy a strasbourgi bíróság elsőfokú fórumai adott tagállamba telepítve. Na ezt teszi a magyar alaptörvény a 28. cikkel, ezért ezzel is igazoltam a jelentősége miatt, hogy miért nem tudok erről nem beszélni egyetlen esetben sem, hogyha az alaptörvény szóba kerül. Végül nem maradt más hátra, mint hogy összefoglalásként megismételjem, ugye azt az elhangzottakból a legfontosabb volt. Az első, hogy az alaptörvény a formális jogállammal szemben szubsztantív jogállamról rendelkezik. A második, hogy az alaptörvényen alapuló alkotmányosság nem absztrakt, szabadon kitölthető fogalom, hanem a magyar alkotmányos hagyományba illeszkedő értékekre épül. A harmadik, hogy az állam nem lehet semleges, hanem az alaptörvény értékrendjét köteles követni, és természetesen az állam minden intézménye is. Így az állam minden intézményének, az alkotmánybíróságnak is nem az absztrakt jogállam, nem a formális jogállam, nem a diffúz alapjogok, hanem az alaptörvény védelmét kell ellátniuk. Megismétlem, az alaptörvény védelmét kell ellátniuk. Ha nem ezt teszik, akkor a mindennapi joggyakorlatba, akár az alkotmánybíróság joggyakorlatába is visszaszivárog szép lassan az alaptörvény előtti gyakorlat, és valljuk be,
bármennyire udvariatlanságnak hangzik, akkor az alaptörvény megalkotása értelmét veszíti. Ha ezt nem akarjuk, ha felismerjük az alaptörvénynek ezeket a sajátosságait, hogyha belátjuk, hogy a történeti alkotmányunk folytonosságába illeszkedő és annak vívmányaival összhangban értelmezett alaptörvény immár nem egy eseti helyzetre válaszoló és szabadon átalakítható alapnorma, akkor nem a nemzetközi intézmények aktuális divatirányzatait követjük, és akkor belátjuk, hogy egy alkotmány, egy alaptörvény több, mint az ilyen divat kívánalmaknak eleget tevő formula gyűjtemény. Az alaptörvény, az alkotmányosság ebben az értelemben nem az alkotmányjogászok és nem is a politikai elemzők laboratóriumi eszköze, hanem, és amikor leírtam, akkor nem tudtam, hogy mit fogunk ma ajándékba kapni, az alaptörvény a mi alkotmányunk, Magyarországé. Köszönöm szépen a figyelmüket. A film a KÖFOP 2.1.2 a jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés című projekt keretében készült. Készült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.